reggeli személy. Magyarics Tamás történész, Amerika szakértő van itt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És hát abortusz ügyekről fogunk beszélgetni. Ugye a legfelsőbb bíróság, amit ez korábban kiszivárgott, és az egyik bíró, vagy talán a többi is nagyon nehezményezte ezt a dolgot, hogy tudnélik a republikánus hívő bírókkal megerősített legfelsőbb bíróság, ez el fogja törölni azt a szövetségi alkotmányos jogot, ami eddig a nőket összekötött annak a jogával, hogy eldöntsék, hogy akarnak-e abortuszt, vagy nem akarnak. Ez az államokra van bízva, és hát abban a pillanatban elindult a roham egy csomó olyan államban, amelyik republikánusnak számít, és valahogy úgy számolnak szakértők, hogy az amerikai államok felében lesz tilos az abortusz, vagy úgy, hogy már a fogantatás pillanatától a nagyon durvák, és vannak olyanok, amelyek a 15. héttől tiltják meg. Amerika tele van tüntetésekkel, és hát az adminisztráció meg a demokrata párt is melléjük áll. De van itt egy nagyon érdekes dolog, mert azt írja nem is a BBC, hanem a CNN, hogy ez az államok joga marad, az abortuszról való döntés egészen addig, míg a kongresszus nem dönt másképpen. Na most Pelosi, hogy a kongresszus, hát így nem egy vezető tisztségviselője, hiszen a demokrata többség vezetője megszólalt, de nem mondta, hogy a kongresszus erre készül. Igen, tulajdonképpen a legfelsőbb bíróság valóban azt mondta ki, hogy ezt nem országosan fogják a jövőben rendezni, legalábbis hát egy ideig, hanem visszaadják a tagállamoknak a jogot, hogy ebbe az ügyben szabályozzák a kérdést, tehát hogy valóban nagyon széles a spektrum. Ahogyan is mondta, egyes államokban elképzelhető, hogy teljes mértékben tiltják, más államokban köztes állapotot foglalnak el, az úgynevezett életképességtől tiltják, mondjuk a 15. héttől, ami különben az egész legfelsőbb bíróság ügyhöz fölmenő alapesetet jellemezte, tehát ez a Mississippi-be volt egy ilyen eset, hogy 15. hét után tiltották, és ez eset ment föl végül is a legfelsőbb bíróságra, és aztán vannak olyan államok, főleg a demokrata vezetésű, Kalifornia, New York, Massachusetts, ahol továbbra is az abortusz az feltetően minden további nélkül megmarad. Az igazság az, hogy eddig se volt azért az abortusznak a joga teljesen általános, tehát megszorítások voltak. Tehát ugye visszamegyünk a Roe esetre, a Roe kontra Wade esetre, akkor tulajdonképpen három úgynevezett trimeszterre, három hapos szakaszra osztották föl a terhességet. Az első szakaszban semmifajta szabályzás nem lehetett a tagállamok részéről sem, illetve a szövetségi szinten, ami azt jelentett, hogy egy kitéte az volt, hogy egy szakorvos kell, hogy elvégezze a műtétet. A második három hónapban már csak akkor lehetett elvileg, amikor az édesanyja vagy a magzatnak az élete valamilyen módon kockán forgott, és amíg három hónapban szinte minden esetben tiltották, tehát eddig sem volt általános. Illetve ezt még később megfejelték egy 1992-es legfelső bírósági döntéssel, ami ezeket a trimesztereket gyakorlatilag felbontotta, és az abortusz kitűrőmával az életképességet tette függetlenül a hányadik hétről van szó. És még egy olyan érdekes dolog volt, hogy 1976-ban volt az úgynevezett Hyde törvény kiegészítés, ami megtiltott, hogy szövetségi pénzeket használjanak föl abortuszra. Érdekes módon az egyik olyan szenátor, aki ezt megszavazta, Joe Biden volt. Joe Biden katolikus, és hát ilyen módon bizonyos szempontból ő egy egyrészt politikailag, másodszor pedig vallási alapon kicsit megosztott, vagy... Hát ez most nem így van, vagy nem így beszél, hanem... Nem így beszél, de hát ez mondjuk pragmatikusan politikai alapon. Hozzáteszem, az különböző
szemben, hogy mondjuk, hogyha a katolikusokról van szó, akkor a Vatikán is különben üdvözölte ezt a legfelsőbb bírósági döntést. Tehát lelkiismereti válságot okozhat egyes emberekben, Biden nem pont az a típus, aki túl sok lelkiismereti válság lenne, de nagyon sok ilyen megszorítás, ilyen olyan kiegészítés volt. Ilyen például pedig hát azzal érvelnek sokan, hogy az, hogy visszakapták az államok, ezzel egy eléggé mondjuk tág értembe vett küzdelem a központi kormányzat és a tagállamok között egyelőre a tagállamok javára dőlt el olyan szempontból, hogy nagyon sok úgy gondolják, hogy utóbbi időben eléggé erősen központosított, illetve bürokratizálódott az első államoknak a kormányzata, és így, hogy a tagállamoknak visszaadják ezt a döntési jogot, ezzel hát a tagállamoknak az ereje vagy a hatalma nője a központi kormányzattal szemben. Én tudom, hogy ez egy bonyolult kérdés, és mindig is az volt természetesen, tehát nem egy egyszerűen eldöntető ügy lett, számtalan megfontolás van, számtalan vélemény van, nem csak, hogy mondjam, csak világnézetileg, de jogilag is. Tehát én olvastam olyan kifejezetten liberális érzelmű embernek a értekezését, ami hát elég vastag kötetet tett ki, ami azt jelenti, hogy mondjam, csak az ő hát horizontját is meghaladták azok a fölvetendő kérdések, amikről beszélni kell. Tehát én tudom, hogy nem egyszerű ügy. Ezzel együtt az eddigi szabályozáshoz képest különösen durvának tűnik ez. Tehát lehetne ezt valahogy megértőbben, és főleg az anyákkal, a nőkkel szemben megértőben csinálni, mert egyetlen egy kifogás van, amikor a nő azt mondja, hogy nem vagyok hajlandó végrehajtani, és joggal teszi, hogyha az ő vélete veszélybe van. De egy csomó esetben, egy csomó államban például a vérfertőzés, vagy a nemi erőszak, az nem zárja ki a dolgot. Tehát attól még meg kell szülni a gyereket. Ez viszont már lehet rendkívül visszataszító. Igen, ez egy nagyon radikális álláspont, és különben a republikáns párton belül is megoszlanak a vélemények, tehát vannak ezek a nagyon radikális abortusz ellenesek. Különben egy ilyen álláspont idézőjelbe torpedozta meg az idősebb Bushnak az újraválasztását részben 1992-ben, ahol Patty Buchanan egy a houstoni elnökjelöli konvención egy olyan beszédet mondott, amiben az abortusz teljes mértékben eltosította, belétve, amit ön is mondott, a vérfertőzést és a nemi erőszakot. Holott a Bushi álláspont, illetve a republikánus mainstream álláspont az volt, hogy hát vannak olyan minősített esetek, amikor az abortusz megengedett. Általában ők életpártiak voltak, de ilyen esetekben, plusz hogyha az anya élete forró kockenségtábhoz megengedett az abortusz. Tehát nagyon széles a spektrum, hogy ki milyen álláspontot foglal el. Jelen pillanatban valóban úgy tűnik, hogy a nőknek egy elég jelentős részének választani kell sok szempontból. Itt nem csak arról van szó, hogy megtartja a gyereket vagy nem, hanem arról is szó van, hogyha nem tartja meg a gyereket, akkor vannak olyan államok, és lesznek olyan államok, ahol az abortuszt minden tabi nélkül végrehajtják. Ilyen néhány állam jelentkezett is már, hogy ők szívesen fogadnak bárkit más államokból. Másodszor pedig ugye ez a fölveti azt a kérdést, hogy ez, amit már valaki írt, hogy elsőbben a kisebbségek és a rosszabb sorsban anyagi helyzetben lévőknek okoz gondokat, mert ők nem hiszem, hogy mondjuk Oklahomából nagyon könnyen Kaliforniába átugranak, és ezt a műtétet végrehajtatják. De tehát valóban rengeteg társadalmi, vallási, ideológiai és minden
minden politikai meggondolás van emögött, és nagyon-nagyon nehéz igazságot tenni. Alkotmányjogilag különben, és ezzel sokan érvelnek, a Roe kontra Wade-be az akkori alkotmánybíróság, illetve a legfelsőbb bíróság 1973-ban a 14. alkotmány kiegészítésre hivatkozott, tehát nem magára az eredeti alkotmány, mert az eredeti alkotmányát egy szót se szól erről az egész kérdésről, amiben a magán élethez való jog, a right to privacy volt. Most ez megint egy olyan fogalom, amit ugye alkotmányjogászok csűrnek, csavarnak, és az alkotmányjogászok egy része úgy gondolja, hogy ebbe belefért a abortuszhoz való jog, de az alkotmányjogászok egy másik csoport úgy gondolja, hogy ez túlsorosan kitágítja ennek a magánélethez való jogot, és ennek megfelelően hogyha a legfelsőbb bíróság úgy dönt, akkor ezt a idézőjelbe a jogot vissza lehet adni az államoknak. Most itt egy újabb kérdés merül föl, hogy egy vita, hogy az alkotmánybíróság idézőjelbe törvény kezdhet-e. Tehát, ahogy az angol mondja, legislate from the court. És sokan kifogásolják azt, hogy ez a kérdés, és sok minden más kérdés inkább a törvényhozáshoz tartozna, és nem pedig az alkotmánybíró, vagy a legfelsőbb bíróságra. A legfelsőbb bíróságnak a dolga az, hogy az alkotmányt értelmezze, illetve a törvényeknek az alkotmányosságát értelmezze, és nem pedig a törvényhozás helyett adott esetben, hogyha az nem működik, akkor... Ezért kérdeztem, hogy hiszen ha úgy van, hogy a kongresszus erről törvényt hozhat, igen, akkor Pelosi erről miért hallgat? Törvényt hozhat, de ilyen pillanatban ennek semmi esélye nincsen. Ugyanis ahhoz, hogy törvényt hozzanak, az a szenátusban 60 szavazatra lenne szükség. Jelen pillanatban 50-50, és novemberben nagyon úgy tűnik, hogy a republikánusok nyerik meg a férdős választásokat. Bár ugye megint újabb vita indult, hogy ez az abortusz döntés, ez mennyire fogja befolyásolni a választásokat, vagy nem. Egyrészt mind a két oldalon megnőtt azoknak a száma, akik úgy gondolják, illetve azt mondták, hogy részt fognak venni a választáson. Tehát a republikánusoknál plusz 9%, demokratáknál plusz 7%, de egy másik felmérés szerint az embereknek mindössze 12% az, aki az abortusz kérdés alapján támogatna valakit, és 48% az, aki a gazdasági helyzet, tehát az infláció, a magas árak, és így tovább. Tehát valószínű, hogy a demokraták ebből, főleg ezekben az úgynevezett billegő államokban megpróbálnak kampányt, témát csinálni, csak a nagy kérdés az, hogy ez olyan súlyú kérdés lesz-e a többi mellett, ami dönthet. Hogyha most nem dönt, és a republikánusok nyernek, akkor nyilvánvalóan ez a kérdés le fog kerülni a napirendről, legalábbis újabb két évig, a következő 24-es választásokig ez biztos, hogy nem fog a kongresszus napirendjére kerülni. Hát Biden azt mondta, hogy szavazókra van szükségem ahhoz, hogy ezt a meccset meg lehessen nyerni, tehát nyilván ő áttette ezt az egész harci terepet a kampány idejére. De van itt még valami, amit a demokraták talán felhasználhatnának, már ez érdekel valakit Amerikában jelentős mértékben, hogy itt nem csak az abortuszról van szó, amikor arról beszélnek, hogy szövetségi jogok szorulnak vissza, és lesz egyes államok joga eldönteni, hanem például a választójoggal kapcsolatban az elmúlt hónapokban olyan megszorítások vannak a déli államokban például, amik hát éppen az ön által emlegetett szegényebb sorsokat, színes bőrűeket tartják távol a szavazástól, vagy nehezítik meg számukra a szavazást, de más példákat is emlegettek, hogy még más ügyekben is korábbi állampolgári jogok megnyilvánulása folyik. Mi ez?
A választásoknál, a szavazásnál ugye érdekes a kérdés. Az alkotmány ezt úgy fogalmazza meg, hogy a tagállamok szervezik a szavazásokat az elnök választásnál is. Igaz, hogy van egy olyan kitétel, hogy adott esetben a szövetségi állam ezt átveheti, de erre még nem nagyon volt akarat, hogy átvegye. És az egyes tagállamoknál ennek megfelelően rendkívül eltérőek a szabályok. Tehát, hogyha egyik példát mondok, ami hát most eléggé sokszor előkért, ez a levélszavazás. Tehát a levélszavazásnál vannak olyan államok, ahol, hogyha valaki levélszavaz, levélen keresztül, vagy így akar szavazni, akkor jelezni kell, és meg kell indokolni, hogy miért. Más helyen mindenkinek egyszerűen kiküldik, aki kéri. A harmadik helyen mindenkinek kiküldik, kérés nélkül is. Aztán vannak olyan helyek, ahol személyesen kell ezt leadni. Vannak olyan helyek, ahol egy családtag valaki összegyűjthet X számot, és úgy adja le. Aztán vannak olyan helyek, ahol a szavazásnál, illetve a levélszavazásnál már hónapokkal korábban meg lehet tenni, van, ahol ezt nem lehet megtenni. Ezen kívül vannak olyan helyek, ahol fényképes igazolvány kell, van, ahol csak bemondja, hogy Joe Smith, és elfogadják a választói névjegyzéket, akkor a választói névjegyzékbe hogyan lehet fölkerülni, elvileg csak azok szavazhatnak, mennyivel korábban kell, hogy abba az államba költözzenek, vagy ott legyen állandó lakhelyük, ahol szavaznak. Az első tárgyban évenként, legalábbis ez egy ilyen tágstatisztika, az emberek egy hete, de változtat lakóhelyet évenként, hogyha nem is egyik ámban, másikban nagyon sokan emiatt elveszítik a választójogot, mert csak egy-két nappal a választások előtt kerülnek oda, a tengeren túli szavazás, tehát rengeteg ilyen eset van, és hát pro és kontra lehet vitatkozni, hogy mondjuk a levélszavazásnál egyszerűen valaki összegyűjt a házból a szavazatokat, aztán elmegy valóba és bedobja, vagy nem dobja be. Hogy megkívánják, hogy személyesen dobja be, vagy nem személyesen dobja be, akkor vitatkoznak arról, hogy hány helyen legyen, meg ugyancsak, hogyha visszatérünk a szegényebb sorsokra, hogyha nagyon kevés szavazóurna van, akkor nem biztos, hogy ők 20-30 mérföldet fognak utazni azért, hogy szavazzanak. Hogyha viszont a lakókörzetüknek a közelébe van szavazóurna, akkor azt könnyebben el tudják élni. Tehát rengeteg ilyen dolog van, megint csak pro és kontra viták, hogy most hogy szavazzanak, hogy ne szavazzanak. A déli államok különben általában a fényképes igazolványokat kéri kevesebb szavazórnával, kevesebb levélszavazati lehetőséggel, és így tovább, és a demokraták ezt kifogásolják, hogy mondjuk az eredeti kérdésre is válaszoljak. Ezt a Roe kontra Wade dolgot emlegettük, csak nem mondtuk meg pontosan, hogy miről van szó. Ugye 50 évvel ezelőtt dőlt el az akkori Supreme Court-ban, a legfelsőbb bíróságon, hogy szövetségi joggá teszik annak eldöntését, hogy egy nő akar abortuszt végrehajtatni, vagy nem akar végrehajtatni. De a mostani eredmény két dolgot jelezhet, vagy hogy azóta nagyon megváltozott az amerikai közvélemény, vagy pedig, hogy nem változott meg olyan nagyon, csak akkor mindenféle jogi megoldásokkal ki lehetett hozni egy olyan eredményt, ami aztán 50 éven keresztül, hogy mondjam, csak csípte a jobb oldalnak a szemét. Én inkább a második magyarázatot tartom inkább elfogadhatónak. Tehát az amerikai társadalom minden látszat ellenére vallásosabb, mint mondjuk az európai, hogyha így összehasonlítjuk a nyugatot, a nyugat két nagy bástyáját. Másodszor konzervatívabb úgy általában az úgynevezett értékeket tekintve. Tehát az embereknek a többsége
még mindig inkább úgymond jobb középen határozza meg magát, és nem bal középen határozza meg magát. Másodszor pedig ez a 73-as döntés, ez érdekes, és a mostani döntés is érdekes. Az akkori döntés Nixon elnök alatt volt, aki egy életpárti elnök volt. A mostani döntés viszont Biden, aki egy abortuszpárti elnök alatt volt. Nem igazságos, bocsánat, hogy beleszólok. Tehát Biden miért lenne életpárti azzal, mert én értem, hogy átvesztük ezeket az amerikai megfogalmazásokat, csak úgy hangzik, mint a Biden halálpárti lenne. Nem, ő abortuszpárti. Tehát mondjuk ez alatt azt értem, mondjuk amerikai megfogalmazása, mondjuk a választáspárti, bocsánat, azt mondom, tehát igen, pro-choice, csak pro-life, tehát semmi nem halálpárti, távol áll tőlem, hogy Bident, vagy azokat, akik támogatják nem az abortuszt. Nem, hanem mondjuk ez az amerikai szó használat. Ez a pro-choice és a pro-life. Ez a kettő. Most itt a legfelsőbb bíróság akkor miért döntött úgy, és most miért dönt így. Többek között az összetételt érdemes megnézni, ugyanis van egy érdekes átfedés, illetve nem átfedés az amerikai politikai életben, ami nincs beleírva az úgynevezett fékek és jelensúlyoknál, de az amerikai politikai életben a 20. században abszolút majdnem szabályszerűen ciklikusság volt a demokrata és a republikáns elnökségek között. 52 év republikánus, 48 év demokrata. És tudjuk azt, hogy a szövetségi bírókat egy életre nevezik ki, az elnökök maximum 8 évig lehetnek. Most ennek megfelelően, hogyha valaki ki tud nevezni, mondjuk egy demokrata ki tud nevezni legfelsőbb bírókat, vagy akár szövetségi bírókat, akkor feltétlen azoknak a hivatali ideje áthúzódik a republikánus elnököknek az idejére, és viszont. Tehát a 73-as legfelsőbb bíróság tagok közül a nagy részt azt Kennedy Johnson, illetve akár személy Truman nevezte ki, tehát elvileg liberálisabb szemléletek voltak. A mostaniaknak a többségét viszont a két Bush és Donald Trump nevezte ki, 6-ot összesen. 3-at Trump, 2-t az ifjabb Bush, 1-et az idősebb Bush. A másik 3-at Clinton, 1-et Clinton, aki most le fog lépni, és másik 2-t pedig Obama. Tehát ilyen módon nagyon sokszor az a helyzet áll elő, hogy egy republikánusabb, konzervatív beállítottságú elnök egy liberálisabb szemléletű legfelsőbb bírósággal kell, hogy együtt dolgozzon, vagy áll szembe, vagy viszont. Ennek a legjobb példája a New Deal volt különben, amikor Frank Roosevelt 36-ban meg akarta változtatni a legfelsőbb bíróságnak az összetétét, mert olyan sok New Deal programot kaszáltak el alkotmányossági alapon, mert őket az előző 12 évnyi republikánus időszak alatt nevezték ki elsősorban. Tehát ez is belejátszik abba, hogy 73-ban ez a döntés született, most meg ez a döntés. 73-ban különben még beszélhetünk nyilván a politikai környezetről. Ez végül is a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, a második úgynevezett feminista hullám, a vietnám ellenesség, ellenkultúra, minden egyéb, tehát úgymond a levegőben ez inkább benne volt. Most kevésbé van benne ez a levegőben, tehát ezek ez a fajta erős társadalmi mozgalom nem létezik, bár eléggé látványos a BLM meg ezeknek az akciói, de hát ezek távolról sem azok, mint a 68-as nemzedéknek a mozgalmai, az egyetemfoglalások és a tömegtüntetések és minden egyéb. Tehát a politikai környezet más, a politikai egyensúly más, és hát ennek megfelelően a Roe versus Wade az 50 éve viták középpontjába áll. Bocsássak, közben vágok, a 60-as évek mozgalmai totálisabbak voltak, úgy értem, hogy több témát tartottak, igen, a tűzben, a mostaniak meg ilyen mono.
monotematikusnak, igen, ugye, igen, jól értem, igen, 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 bocsánat. Igen, igen, tehát ez egy ártalmasabb visszahatás volt. Mondjuk, hogyha csak a nőmozgalmat nézzük, akkor a nők rendkívül sokat nyertek, mondjuk a két világháborúval idézőjelbe, a tömeges foglalkoztatás, ugye 50-es években visszament ez, viszont 60-as évek elején jelent meg ez a híres könyv Betty Friedannek, a Feminine Mystic című könyve, ami beleírta, hogy egyáltalán nem boldogok a nők azzal, hogy van egy otthonuk, külvárosban laknak, 3-4 gyerek, elvihetik a gyerekeket az iskolába, főzhetnek otthon, kávézhatnak, stb. Ezzel ők egyáltalán nem boldogok, és ők saját karrierre vágynak, saját életre vágynak, ez ott a második feminista hullám. Akkor különben volt a pirula, The Pill, ugye csupa nagy betűvel, aztán hát természetesen a különböző tüntetések voltak, a virággyerekek, és így tovább, tehát ez egy mind egymásra épült, kölcsösen megtermékenyítette egymás különben a polgári mozgalom, a feminista mozgalom, az indián mozgalom, a diák mozgalom, és így tovább. Ez most sejpjadban teljesen hiányzik az amerikaiak életéből. Hát, tehát például a MeToo mozgalomtól nem várható el, hogy teljes mellszélességgel kiáll az abortusz mellett? Mert ami egy női jog, természetesen erről beszélünk. Hogy a MeToo mozgalom az tulajdonképpen annyit rögzít, hogy a nők ellen egy férfi társadalomban az zaklatás, az erőszak, illetve a nők kihasználása annak érdekében, hogy valamiféle karriert biztosítsanak a számukra, az hát a ismert undorító módszerekhez vezetett, illetve hát most már azért ott is tartunk, hogy jelentős visszaélések vannak ezzel az egész történettel, minden mozgalom esetében ez így van. Hogy van egy ilyen korszaka is. De nem várható tőlük, hogy kiállnak a mostani tüntetők mellett? A nők? A MeToo mozgalom. A MeToo mozgalom. Hát igen, a MeToo mozgalom azért nem annyira átfogó, persze kiállhatnak, és elképzelhető, hogy ki fog állni, de legalábbis az én olvasatomban a MeToo mozgalomnak a társadalmi beágyazottsága, támogatottsága az messze nem akkora, mint mondjuk a 60-as években a feministáknak, ez a másik feminista hullámnak a támogatottsága. Tehát igen, a MeToo mozgalom is kiállhat, de ahogy ön is mondta korábban, az a MeToo mozgalom, meg a Black Lives Matter, ezek azért nem annyira erősek, és hozzá kell tennem különben azt, hogy felmérések szerint a fehér nőknek a többsége az életpárti. És például 2016-ban a fehér nőknek a többsége Trumpra szavazott. Annak mindennek ellenére, hogy mi mindent tudtak, és annak ellenére, hogy a másik oldalon Hillary Clinton volt az elnökjelölt. Tehát nagyjából, hogyha nem is a mértékben, mint a fehér férfiak, a fehér nők is konzervatívabbak, mint mondjuk a színesbőrűek, vagy a latinók. Szóval itt nagyon sokfajta rétegződés van, és nagyon nehéz kibogozni azt, hogy pontosan ki milyen álláspontot fog elfoglalni. De nagyvárosok, vidék, dél. Hát azt szokták mondani, hogy itt van a nyugati part, meg a keleti part, ezek a liberális fészkek, és akkor Amerika középső része, középső és déli része, az pedig a republikánus, vagy konzervatív, vagy életpárti, vallásos rész, ami ezek szerint, hogy mondjam, szavazó erőben mindig több volt, mint a kelet meg a nyugat, nem? Igen, nem volt mindig több, mert hogyha mondjuk az elnökválasztást nézzük, ugye elektori szavazatokról van szó, akkor Kalifornia 55 elektori szavazattal rendelkezik, Montana 3-mal, vagy nem tudom, Idaho 3-mal. Ugyancsak, tehát annak a belső ritkább lakott nagy területek. Igen, igen, tehát a három legnagyobb elektori kollégium szempontjából legnagyobb állam Kalifornia, Texas és Florida. Aztán utána Massachusetts, New York, tehát
ezek közül három minimum nagyon liberális állam. Viszont valóban a nem is a kongresszusnak az alsóháza, inkább a felsőháza az, ahol sok ember megkérdőjelezi jelen pillanatban, hogy mennyire arányos az egész képviselet, mert ott tudnak sokat hozni a középnyugatiak, a Sziklás-hercegbeliek és a déliek, ugyanis Kaliforniában is kettő szenátort választanak, és Idaho-ban is kettő szenátort választanak. Kaliforniában kb. 15 millió ember választ egy szenátort, Idaho-ban kb. 300 ezer vagy 400 ezer ember választ egy szenátort. Tehát ott kompenzálnak a kis államok. Ez volt a Philadelphia kongresszusnak vagy konvenciónak az egyik nagy kompromisszuma, hogy így jöttek bele a kis államok abba, hogy egyáltalán átalakítsák az eredeti alkotmányt, a konfederált cikkelyeket, ahol minden államnak egy szavazata volt, független attól a független népesség számtól. Tehát ezt a rendszert is szeretnék megváltoztatni, az elektori kollégiumot szeretnék kiiktatni, populáris szavazattal szeretnék többeket az elnököt megválasztani, de ehhez alkotmánymódosítás kell. Alkotmánymódosításhoz kétharmados kongresszusi többség, államok háromnegyede 10 éven belül, és nem valószínű, hogy az államoknak egy jó része, a déli, középnyugati, stb. Állam öngyilkosságot követne ilyen szempontból. Tehát ez a rendszer be van betonozva egyelőre, és hát ezzel kell főzni. Ahogy mondtam, viszont korábban egy olyan egyensúly alakult ki, és most 21. századot nézzük, 12 év demokrata, 12 év republikánus vezetés volt a Fehérházban. De sokan azt mondják, hogy még az is tűrhetetlen, amit a legfelsőbb bíróság kimondott, de az még tűrhetetlenebb, hogy senki nem gondol ennek a következményeivel. Például, hogy azok a szegény, elhagyott, színesbőrű, rossz körülmények között élő anyák, akik, ahogy ön is mondta, nem engedhetik meg maguknak, hogy átutazzanak egyik államból a másikba, rengeteget kell fizetni az abortuszért, gondolom én, mert ilyenkor jól föl is mennek az árak, szokott lenni, hogy akkor mi lesz ezzel a gyerekkel? Hogy ki neveli föl? Miből? Munka nincs, az anyának vagy van valami segélye, vagy nincs neki, vagy van munkája, vagy nincs, vagy képzett, vagy nem, inkább nem. Tehát gyakorlatilag ez a döntés elkezdi termelni újra a szegény réteg, a szegény rétegek kibővített újra termeléséről van szó. Elképzelhető, a statisztikák szerint évente körülbelül 600 ezer abortuszt hajtottak végre Amerikában. Most nyilván nem ez nagyon immorálisnak hat, nagyon statisztikai adatokat mondunk, tehát hogyha az államok felébe fogják tiltani, másik felébe nem, akkor azt mondja az ember, hogy hát nagyjából ezeknek az abortuszoknak a fele az nem lesz, tehát ennyivel több gyerek születik meg, de hát nyilvánvaló, hogy nem lehet így matematikailag ezeket a dolgokat nézni. Sok függ attól különben, hogy milyen feltételekkel kínál többek között egy liberális állam abortuszt azoknak, akik ezt szeretnék. Az állam kínálja, vagy pedig állam azt mondja, hogy megengedem, egyébként magánvállalkozások csinálják. Állam is támogathat. Igen. Tehát azt hiszem, Minnesota államnak a kormányzó azt mondta, hogy ők mindenféleképpen támogatni fogják azokat, akik egy abortusz végre nem hajtó államból Minnesota-ba mennek, hogy végrehajthassák az abortuszt. Na most, hát ez sokfajtaképpen támogathatják, rengeteg módot találhatnak arra, a pénzügyi utazás, bármilyen, vagy egészségügyi általános ilyen csomagon belül, szóval sok mindent ki lehet találni, hogy azért Amerikában éleszem
a világ jogászainak egy jelentős többsége, és hát ők nagyon sok mindent ki tudnak találni, tehát elvileg lehetne különböző módokat találni, vagy találhatnak, hogyha nagyon akarnak, de hát nyilvánvalóan megnehezítik sok embernek azokban a rétegekben, akikről szó volt, az életét, mert nem valószínű, hogy egy oklahomai kisvárosban élő az mindenről tud, hogy most milyen lehetőségek vannak XYZ államban. Csak a kollégáktól hadd kérdezzem meg, hogy meddig mehetünk el, tehát van-e könyvklub, vagy pedig nincsen, tehát akkor egészen a hírekig mehetünk, jó. Csak hogy mégis tudnunk kell, hogy mennyi idő van még. Szóval beszéltünk arról, hogy ez nem csak a abortuszra vonatkozó, hanem egy olyan általános konzervatív hullám, amely kiszolgálja a állam, valamint a szövetségi állam államai felének azt a hangulatát, amit egy ilyen radikalizálódó republikánus párt, vagy legalábbis annak egy elég jelentős része képvisel, mondhatni a trumpista része, ami egy ilyen visszatérés, visszazárkózás Amerikában, hogyha a külpolitikát nézzük, de egyébként pedig a különféle vallási, hagyományos szokásokba való visszatérések, amik hát kicsit úgy szembe köpik a 60-as éveket, de hát ne legyünk érzelgősek, az idők változnak, 60-as évek elmúltak, 70-es évek még inkább elmúltak, megváltozhat ez a dolog. De mintha Biden meg a demokraták, ugye, aki hát már életkoránál fogva is azért ebből a generációból jön, úgy gondolná, hogy ami amerikai érték, abban bőven benne vannak a 60-as évek eredményei. A nőmozgalmi eredmények, az egyetemi szabadság, tanszabadság eredményei, a szexuális élet szabadátétele, az, hogy gyakorlatilag ebben a időszakban szűnt meg az a kommunista, antikommunista hisztéria, ami egyébként az Egyesült Államokat a 50-es években bőven leírta még, és aminek a egyik utóhatása volt, hogy az államokba költöző John Lennont, mint egy ilyen szélsőbalos alakot figyelték meg, és nem akarták neki megadni az állampolgárságot. De ez mintha tűnne el. Mintha, hogy is mondja az angol, hogy disappear in thin air. Tehát, hogy így elpárlódik a levegőben. Hát igen, változnak a körülmények. Sokfajta magyarázat van természetesen erre. Az egyik magyarázat, hogyha a trumpizmusról beszéltünk, hogy az Egyesült Államoknak a világban elfoglalt helye is változik. Tehát az amerikai, ez a legtágabb kör, az amerikai globális hegemónia, az már nem az, ami volt. Még mindig magasan első számú, de már azért nem pontosan olyan hegemon szerepben van és pozícióban az első támok, mint volt. Másik dolog az, hogy a 60-as évek, 70-es évek, mondjuk az évezred végéig folyamatos volt az életszínvonal növekedés, bővült a középosztály, és így tovább. Utóbbi egy-két évtizedben stagnálás, sőt visszaesés következett be. Megint csak sok mindenről beszélnek, globalizáció és így tovább, aminek következtében nagyon sok ember tehát a globalizáció ellenes lett, a protekcionista lett, különben protekcionista gazdaságpolitikát korábban inkább a demokraták, de most már sokszor republikánusok is átvettek. Ennek megfelelően bizonyos fajta ugye idegen ellenesség ütötte föl a fejét, bevándorló ellenesség ütötte föl a fejét, aztán ez a bizonytalanság, a gazdasági társadalmi bizonytalanság, a társadalmi lecsúszás, gazdasági a vagyoni helyzetnek a bizonytalansága. Sok embert valóban elvitt abba az irányba, hogy olyanokat támogatod, mint például Trump, aki megígérte, hogy a munkáket visszahozza, a kínaiakat megbünteti, Amerika újra nagy lesz, és így tovább.
nagyon sokan hisznek ezekbe a szlogenekbe és ezekbe az ígéretekbe, és az igazság az különben, hogy a Biden kormányzat sem siet azért mondjuk a protekcionista gazdaságpolitikát föladni. Tehát ugye ez a globális minimáladótól kezdve minden azért azt szolgálná, hogy az amerikai munkahelyeket megőrizzék és ne vigyék tengeren túlra, tehát hogy visszanyerjék azokat a fél munkásokat, akik Trumpra szavaztak Pennsylvaniába, Ohioba, Wisconsinba, Michiganbe, ezekbe az úgynevezett csatatérállamokba. Tehát egy ilyen nagyon nagy társadalmi mondjuk hát visszarendeződés, vagy bizonyos fajta visszarendeződés van, és ezen kívül az első támok történetében ciklikusan vannak vallási, újjászületési mozgalmak a 18. 19. század, 20. század, és hát csak úgy gondolják, hogy ezek hagyományos értékek elvesznek, 68-as nemzedék, aminek különben egy elég jelentős része integrálódott az establishmentbe. Tehát ez már nem az a fajta gondolatkör, ami nagyon attraktív lehet a számukra. És az igazság az, hogy az amerikaiak, ahogy ön is korábban említette, hagyomány azért konzervatívabbak és vallásosabbak, mint mondjuk az európaiak. Tehát, hogyha azt megnézzük, hogy hányan járnak istentiszteletre Európába, 10-12%, Amerikában ez mindig azért 40-45%, hogyha nem is mindenki teljes szívvel megy, de azért mégiscsak ezért egy jelentős különbség. És hát én úgy gondolom, hogy ez a fajta konzervatív fordulat, ez belefér ebbe az amerikai ciklikusságba. Elképzelhető különben, hogy ezután jön egy liberális fordulat 30-40-es években. Volt egy ilyen vallásos fordulat ifjabb Bush esetében, és sokan ezzel kötötték össze az iraki háborút, hogy egy ilyen keresztes háború, tehát egy ilyen protestáns keresztes háború, egy ilyen új megtisztulás. És hát a Bush kétségkívül hitt valami ilyesmiben, még akkor is, ha sokan azt mondják, hogy igazából ő nagyon kevésbé volt az Egyesült Államok elnöke, inkább az alelnöke, mint ugye erről szól is egy amerikai film, irányította az államot, de most ebben nem menjünk bele. Tehát mert egyszer volt ez a hullám, most megint abban vagyunk. Igen, volt a neokonzervatívok, vagy ez a fajta vallási alapon történő külpolitika, viszont ez valóban lecsengett, akkor elég sok kudarcot hozott ez a soha véget nem érő háborúkat eredményezte. Itt inkább én azt látom, hogy egy stratégiai hibát vétettek az amerikaiak, tehát egy premodern társadalomra, vagy premodern társadalmakra próbáltak egy posztmodern társadalmat ráerőltetni. Mint Afganisztán, vagy Irak. Tehát az amerikai kivonulás előtt ugye voltak ilyen hírek, hogy két héttel azért, hogy felszették a sátorfát az amerikaiak, még úgynevezett érzékenyítő tanfolyamokat tartottak afgánoknak. Na most tehát nyilvánvaló, hogy ez a társadalom nem arról híres, hogy ilyen dolgokat könnyen befogadjon. Az amerikaiakban benne van ez a, hát nem tudom magyarul, hogy lehet megfogalmazni, ez a one size fits all, tehát hogy ami Amerikában bevált, az majd mindenhol beválik, és hát lehet idézni Jeffersontól kezdve Lincolnig mindenki, az összes kiemelkedő elnökig, akik azt hitték, hogy az amerikai Egyesült Államoknak a példája az a követendő, és az amerikai életmód a követendő. Hát, mert hogy ugye a középkori kötöttségektől mentesen a józanész logikája, józanész, mint az Isten megnyilvánulása az amerikai templomokban, annak
nyomán egy olyan működő szisztéma kitalálása, ami állandóan bizonyítja, vagy biztosítja az amerikai politika egyensúlyát, folyton korrigálásra, vagy korrekcióra kényszeríti. Tehát valóban azt gondolták, hogy ez a józan ész diadal, ez a felvilágosodás diadala, az is volt valamennyire. Igen. Csak az Amerikában se lett ez igaz. Igen, a felvilágosodás, illetve van ez a híres első törvény alkotmánykiegészítése, az állam és az egyház szétválasztása, az viszont az tulajdonképpen érdekes az orvosata, mert egyszerűen azt mondja, hogy a szövetségi állam nem alapít az egyházat. Viszont azt nem mondja, hogy a tagállamok mit csinálnak az egyházzal, és mit nem csinálnak az egyházzal. Ez a másik, amit egyébként olvasok talán a BBC-n, hogy több ilyen déli államban iskolákat adnak át az egyháznak. Igen, igen. Ami hát valóban az egyház és az állam szétválasztása, te enyhén szólva megkérdezik. Ezek igen. Public schoolok, tehát nem arról van szó, hogy magániskolákról van. Nem, de ugyanis ebbe a kérdésbe egy 1948-as mondjuk legfelsőbb bírósági döntés a mérvadó, ami azt mondja ki, hogyha egy kórház, iskola, tehát bármilyen közintézményt egyház működtet, akkor az az egyház jogosult, illetve az ott kezeltek, tanítottak, jogosultak ugyanarra a szövetségi támogatásra, mint amit államok által fenntartott iskolák, kórházak, stb. Kapnak meg, ugyanis egy közfeladatot látnak el ilyen szempontból. Tehát ez az egész kérdés ott merült föl, hogy tiltakoztak New Jersey-be sokan, hogy egy katolikus iskolába buszra szállították a gyerekeket. És hát ez nyilván az a New Jersey államnak pénzébe került, és a legfelső bíróság úgy döntött, hogy abszolút jogos, hogy ezek a gyerekek is ingyen és bérmentve busszal kerüljenek az iskolába, mert az iskolába... Ez egészen más kérdés, amikor az iskolát átadják adja egyház rendelkezésére. Igen, de itt tulajdonképpen az egyház oktatási feladatot lát el. Ugyanis az első tárgyban nincsen szövetségi szinten szabályozott oktatás. Tehát minden állam eldöntheti, hogyha egy tagállam úgy dönt, hogy iskolákat ad át oktatási funkcióra, mert az egyház úgy gondolja, jobban tudja ellátni, fizetni az alkalmazottakat, magasabb színvonalon tudja mondjuk a gépparkot biztosítani, bármi egyebet, erre joga van a helyi törvényhozásnak. Igen, de ez egy vallásos oktatás lesz, lássuk be. Igen, de... Igen, de értem, azt mondja, hogy az amerikai 46%-a templomjáró, tehát ez nem egy föltűnő. Nem, abszolút nem. És hát, hogyha megnézzük a megaegyházakat, Kaliforniában vannak ezek az óriási megaegyházak, akkor több tízezren vesznek részt ezekbe jó, hát ezeknek egy része, hát hogyha most nagyon őszinték akarok lenni, ezek üzleti vállalkozások, de hát akkor is hát azok az emberek hisznek valamiben a transzcendens dologba, annak ellenére, hogy hát Kalifornia nagyon liberális állam. Igen, most nagyon sok részletet beszéltünk, és ugye itt mindig az van, nem csak az, hogy elveszünk a részletekben, hanem hogy annyi minden szó valami ellen, valami mellett, tehát nem meg kell tennünk, hogy egy kicsit tovább, vagy messzebb próbálunk állni ezektől a jelenségektől, hogy lássuk mégis a folyamatokat. Tehát az, amitől a demokraták, vagy éppen a keleti és nyugati parti értelmiség, középosztály, polgárság fél, hogy itt Amerika visszafordul az úton, az kimondható-e ön szerint? Nem biztos, tehát itt tulajdonképpen itt még két másik ügyről is nagyon hát érintőlegesen szó volt, az egy nemek házassága 2015-ös az Obergefell-Hodges ügy volt, és a másik pedig az ügy, hogy kontraszeptív, tehát
tessék megelőzési tanácsadás, mint egyéb, ez is alkotmányos jog. Ezekről nincsen szó, és a legfelsőbb bíróság a jelenlegi ítéletében kimondta, hogy semmi köze a jelenlegi döntésnek ezekhez a jogokhoz. Tehát persze sokan úgy gondolják, hogy ez lesz a következő. Volt a demokrata szenátor Al Franken már ugye ezt vizionált, hogy akkor mi legközelebb ezek a döntések jönnek sorra, és ezeket fogja a legfelsőbb bíróság visszacsinálni. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a következmény. Én nem hiszem, hogy most egy sorozat indulna el, hogy az összes egynemek házasságától kezdve a teljesség megelőzés és minden egyéb, az végveszi a legfelsőbb bíróság, és mindent letarol, és mindent vissza fog csinálni. Hát ez most valóban egy nagyon jelentős döntés volt, de a jövő kérdés az, hogy a tagállamokban milyen döntéseket fognak hozni, milyen törvénykezések lesznek, illetve hogyha tényleg a nagy képet nézzük, hogy ez hogyan fog kihatni a szövetségi állam és a tagállamoknak a viszonyára, erre a vitára, hogy most egy bürokratikus állam alakul ki, vagy pedig hát a tagállamoknak a jogai azok, amelyek fontosabbak, mint a szövetségi államnak a jogai. Igen, de a másik, amit mondanak, hogy amennyiben mondjuk az abortusz, a szavazás megnehezítése, az iskolák és az egyház viszonyának az újragondolása az amerikai államok felét leírja, a másik felét meg nem írja le. Tehát itt van egy ragaszkodás egy másfajta amerikai értékek rendszerhez, akkor ez ketté tépheti az államot. Hát már most nagyon sokan beszélnek az 50-50 társadalomról, tehát nem csak ezek az ügyekkel, nagyon sok más ügy miatt, hát rengeteget beszéltünk erről korábban is, és biztos rengeteg műsor volt az amerikai politikáknak a polarizáltságáról, a társadalmi polarizáltságról, tehát ez egy hosszabb folyamat. Az eredménye, és a jelenlegi döntés, és annak a következménye. Tehát az, hogy felállam így, felállam úgy, ez egy újabb dimenzió ebbe az egész folyamatba. Sajnos valóban az amerikai társadalomnak egyfajta kohézia, vagy egyfajta ilyen nemzeti minimum idézőjelbe, ami korábban megvolt, az kezd felbomlani. Tehát ugye ez az identitás politika, akkor ez a Július 4-e, az már nem egy olyan ünnep, amit mindenki ünnepelne, most már ugye nemzet országosan ünnepi nyilvánították Június 19-ét is, a Galvestonba akkor hirdették ki a rabszolgafelszabadítást 1865-ben, és hát lassanként hát nem akarok azonokat venni, mint más országokban, ugye ketté szakadt a társadalom, és külön-külön kezdenek el ünnepelni, majd a demokraták, meg a republikánusok ilyen ünnepeket, olyan ünnepeket, ami eddig azért nem volt. Korábban azt hiszem önnel is beszélgettünk erről, hogy már 80-as években felhívták a figyelmet arra filozófusok, politológusok, történészek, hogy az amerikai társadalom kezd hasadni, ketté válni, és hát ez a jelenlegi döntés ebben a társadalom történetben egy újabb lépés lehet. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm a meghívást. Magyar Is Tamás történész, Amerika szakértő volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Dobos Krisztina, Kemény Dániel, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Színási Sándor köszönje önök figyelmét. Minden jót. Reggeli gyors, nem marad le semmiről.